Ők mindenki elfogadjuk a The Great Isitani Chronicles-t. Ilyet a 8. epizód esőpenyek második része. Menjél már, bazd meg! Mit áldogálsz ott? Mit játszok? Sajnálni! Mi akar megígérni? Itt az ígérete nem jelent semmi. Hát te, igazad pontom, bazd meg! Én nem vagy olyan zseni, mint te. Nem értem a hipotézisedet. De a hipotézisedben hiba van. Hát szerintem, hogy ez igazság. Bizony, így igaz. Már ezt bizony jól mondod. Mégis mit vártál? Ügyész. Eljárt felfogtam. Nem volt valami trükközés? Én igen, csak hogy fellap, ahogy mondta, ez váltakad. Igen, ahogy mondja, lehetetlen. Kell az a kérdés, hogy mit kéne így bizonytalan. Tizen óra. Szállj volt ezt megérni. Igen. Ez egyik egy detektív.
それで T シャツアドリkell folytatni, hát ezt meg volt említve. Kisfiú sérült fejjel, így zsidam. Volt az a ló. Wilhelm Hofstede. A Donau Zé. Most nála. Nagyon gazdag. Lesz te ide, felügyelő. Kedvelt azt a vízt, hogyha mosolyog. Három ballon volt fent. De annél figyelték az eseményeket. Hát a 80 méter felt láttunk. Hát örülnek, hogy a balhogy jut ember durran szép. Igen, ő is tudott a robbanást. Füstölt a ketrec is. Az repült a kristálytól felé. Így csak két polomás lesz. Két robbanás történt. Két robbanás két helyen. Az így robbanás az a ballonnál. Ez volt a második robbanás. Bizonyára itt végezhette. Nagyon meg volt a hölgyben. A kettőt is kér. Itt a végtelen balonja. És így mindig van maradik. Miért kell, hogy nálad legyen?
Szóval az álcázár. Hát itt még nem mutathatok bizonyítékot, mert még egy fontos dolgot meg kell tudni. Hold it! Szóval lehet, hogy ebből látta az esetben. Mi csatlakoztak a rendőrséghez? És akkor lehet lehet. Na hát mindent látott felülről. Most kész végben kellene. Erős tűzrabda. Utánadok az égben. Én más nem volt előtte. Excuse me! Akkor azt majd mondani. Valamit tényleg rám. Szóval az előtt a ballonból. Mire? Szóval nem látott ő. Zöldben. Ezt megkaptad. Ez azt jelenti, hogy most már tudok egy kis bizonyítékot feltárni. De még mire kutatnék, előbb meg kell vizsgálni valamit.
De ahogy látom... És nem tudok mit megvizsgálni innét. Sem... Nagy késő. Akkor... OBJECTION! Szóval az a három ballon, de sérültetlen volt. Tudod, hogy ez mi? Szimbólt töltünk. Hogy a gyerekkel mondta. Tényleg egy zöld ballad robban fel. Szóval elmondásos, amit mondtál. Miért mondta azt, hogy ez a zöld ballad felrobban? De ez még nem változott sem. És de miért nem foglaltató? Szétholt. Nem kell feltizelni. Nem egységes. És miért lehetetlen? Most több játékot, több olmást. Még biztos előtt sem jó. Szóval azon biztos, hogy lehetjük, hogy többről lehet. Tehát azt mondja, hogy minden három balos héten nem lesz szám. De ha rossz nem kell, akkor biztos a más. Hát Luna biztosan nem hazudik, de akkor bizony jön. De azt sem hazudott, hogy jelenleg gondassod. Szóval elmondasz kell találni. Thank you.
Azon a három ballonnál mindig benn volt utas, tehát így ha lett volna egy robbanás, akkor az katasztrófa. Hold it! Szín hiba. Szóval nem volt egy zöld balok. De aztán tudja, hogy történt. Tehát akkor álma történt a dolog. Hát, hogyha raktárba megyünk, akkor még láthatjuk azt, hogy mindig sétetlen. De... Excuse me! Mi a baj, Masterdor? Látta azt a zöld balon. Mi az a bizonyíték? Szóval fotós bizonyíték ki. Van fotós bizonyítéka. Szóval fotó... Igen, de lefotózt. Ez nem nyugra lehet. Hát ez lenne az. De van egy kis gond. Igen, sokkó. Hát igen, nem volt sokkó. Szóval fekete-fehér színű. Azért nem lehetett rendesen látni azt a zöldöt. Mert nem gazálni a fotó. Mert elég szar az a fotó, amit kapott. Annak a hibája, aki ezt a kamerát csinálja. Fekete-fehéréset. Csinál is nem színeset. Mert biztosan azért vett az egészségi században jelenti is. Ugye mikor készített azt a fotó? A nagy robbanás idejéte. Szóval más előtt volt kiszívva.
És ez azt jelenti, hogy négy barlang volt ott. De ez biztosan kell, hogy jelentsen valamit. Hát igen, ilyen fekete-fehér ilyenkor, amikor szingénzés szállomban van, akkor nem tudtak készíteni színes képet. Hát azért nem igazán olyan kamera hibája, egyszerűen nem tudtak olyan feltalálni. Nem látni ezt az öldet. De nem látni más ballont. Úgyhogy... Objection! De ma már azt elmondhat azon kívül, hogy zöld a bal vagy nem. De azt látjuk, hogy nem volt benne utas. Szóval egy utas nélküli balon volt ott. Tehát már bizony, hogy volt egy negyedik ballon. Tehát nem az övé volt az a ballon. Objection! Objection! Van közel vele, nehogy is nem. Mert van a fejzni akár. De viszont a hangsúly. De van más is el kell mondani ennek a fotónak. Igen, de van más is. De ne hozzatok még döntést. De még egy nyomot mutatott maga után az a fotó. De amit elmond igazán, az a robbanás oka. Hát időként tartalmazott, azért robbanhatott fel. Nem ez történt. Szóval mutatnom kell egy nyomot azon a fotón, hogy milyen nyomot tartalmaz.
Meg kell mutatni ezt a fehér vonalat. Van egy sugárfény. Hát nem lett vidámas. Valami tüzelés lehetett. Akkor ez egy viszonylag már nyíl lehetett. Van magasan, kellett volna jönnök. Abban. Egy bizonyíték elmondhatja, hogy ez hogy történhetett. De mert most már tudom vizsgálni jobban. Hol van itt egy nyitó gomb? Sehol se talak itt nyitó gombot. Várj csak! Én találtam volna valamit. Itt! Számszerű! Akkor most meg kell mutatnom ezt a bizonyítékot, mint számszeriat. Take that! Ez a helyszínen tudjuk. Helyszínen találtuk. Szóval tízes nyílt előtte ki valaki. Tehát a rovanásnak bizonyára ki számszerű okozta a rovanást. Szóval fejben két alkalmazta valaki. De ez olyan fajta eszköz, ami csendesen fel tud robbantani bármit. De valaminek egyetlen is rendben. Megvan annak az esélye.
viszont. Tehát Kajka biztosan eltalálta a ballont. Viszont... valaki számszerű ilyet használt, hogy felrobbantsa a ballont. Like this. És így került ide. Szóval eszközre volt szükség, hogy a cél el legyen érve. Vagyis valaki hamisan megvádolta a nyúlat. Szóval hasonlásra volt szükségük az, hogy cél elnyeljenek. Mert csak akkor lenne igaza, hogyha lenne még valaki ezt már mellett, aki volt egy kajkám. Akkor lenne volna nagyobb robbanás, hogyha hélium lenne a ballonban. Tehát ez nem volt baleset. Az áldozat nem úgy halt meg, ahogy kellett volna. De ez elmagyarázható az, hogy nem az áldozat, nem a vállalat ölte meg az áldozat. Csak hogy... most meg kiállni. Be akarja vallani, hogy ő a gyilkos. Ez durva! Miről beszélsz? A hipotézisét védi, most teljesen hülye.
Azt akarja, védjék meg a... ez... azt a találmányt. Hát ez megküljött. Így nem lehet pertjelni. Ugye, ilyen. Ugye a... Hagynál, hogy bezárassák, csak azért, hogy megvédje a hipotézisét. Ez valóság. Neked is használnám, azzal elárulnám a bizalmát. Ez most így lehetetlen folyton. Sajnálom, de a hipotézisben nem szólt hinni. Főleg nem az ilyen hülyeségben. Suzy! Megint megbasztam. Kinyitottam a szemem, bizony. Nem kellett ezt tovább. Nincs. Van még mit mondani? Látott egy ember a színvonalon. Aki használt számszeriat.
Hogy nézett ki? Magas, magasabb, mint ő, vékonya. Még monoklia is van. Fekete monoklia. Ismerted. Ő építette azt a találmányt. Enough Drabber. A készítő. Ez a félvész szörnyeték. Egyikük se kedveli. Az Zsurik nem kedveli. Szóval ő feltalálod, de még varázsolsz. Szóval illúzió volt, amire itt reményt a hipotézisében. Még a segítség akarta lenni. Szóval ezért volt önelsős, hogy kideítsék az igazság. Nem akarta, hogy a hipotézise hamissá. Hamissá. Úgy gondolt a vége az életének, hogy csak kiderül, hogy hipotézise hamis. És ettől fért nagyon. Szóval nem tudott a masina igazi kilétéről. Főleg Drabber. Sose kérdeztem őket. Nem is akarta kikérdezni. Lehet, hogy ennek még a pénzhez is van köze. Szóval Harbrain tényleg hülye volt egész végig. De amikor valami füstség is történt, pánikba esett. Most már nem ért semmit. Hát akkor ez nem is volt balsod, az biztos, hanem egy kitervelt gyilkosság. Most már engedi, hogy jobban átnézzük azt a találmányt. Most igazán észre. Éve ezért most nyertem egy kis időt. Ez még csak egy bemelegítő volt. Bármilyen nézik is tűnik, de ez csak bemelegítő.
mert a vége már nagyon nehéz lesz. Egy dolog ki, bizonyítékot, hogy átadlan a várat vagy nem. Honnapig a felbe belekezdve. Most sajnálom, amit tett. Ezek nagyon hülyesek lett egész fel. Én nem tudtam semmit erről készül, hogy cső. Dreven mire készül. Az volt egyetlen remény. És nagyon hit benne. Tehát a gyilkosság egyértelmű. Szóval Iris meglepte őt. Szóval Iris eljöttett a lapot, mert meglepetésnek tartotta, hogy ő már a perend várton örülékezzen meg. Valójában figyel mindent. Hát ez úgy, még nem tud felket kérni. És még folytatjuk. Hát sikerült. Második nyomozással folytatjuk. Legközelebb. De ez már durva fordulatot fog venni. Úgyhogy így volt már a szevasztok.